Üdvözlöm a szubjektív nézőit! A Vajdasági Magyar Újságírói Egyesület idén az év pályakezdő újságírói díjjal Szarabka Szabolcsot, a Pannon RTV operatőrét tüntette ki. A kollégám itt van a stúdióban. Szervusz, jó napot kívánok! Szia, üdvözlöm a nézőket! Tegyük rendbe ezt a fejekbe, hogy az év pályakezdő újságírója és közben operatőr vagy, mert hogy elektronikus médiáról beszélünk, és a tévében az újságírás, ez a kép is, és a szöveg is, illetve ennek az egysége. Úgyhogy milyen érzés volt a díjat átvenni, vagy milyen érzés volt egyáltalán megkapni, és amikor tudomást szereztél róla? Igen, ezt először így letisztázzuk, hogy én operatőri kategóriába kaptam ezt a díjat. Igaz, úgy van megnevezve, hogy újságírói. Így volt is egy pár ilyen üzenet ismerősöktől, akiktől kaptam. Mióta vagy te újságíró? Gratulációt, hogy na, hogy Szabi, hogy már újságírással is foglalkozol, de akkor így azt így röviden így vázoltam nekik, hogy ez is oda tartozik abba a kategóriába, úgyhogy így tisztáztuk a dolgot. Tudtad meg? Hát ez is egy érdekes történet. Ugye nekem először a Molnár Edvard, ugye a volt kollégánk, meg jó barátom is, meg most a Magyar Szó fotósa, ő írt nekem egy délután egy üzenetet, hogy akkor gratulálok, te pálya kezdé, így ezekkel a szavakkal, és én akkor még nem is tudtam, hogy miről van szó, és akkor így kicsit így írtam, hogy most nem tudom, nem értem. Azt se tudtad, hogy felterjesztettek? Nem, aha. Abszolút nem tudtam. Na, ez az igazi meglepetés. Igen, és akkor így rákérdeztem, és utána mondta, hogy hát olvasta, ugye Magyar Szóban majd benne lesz a cikkbe, és akkor később a testvérem és a Szuzanna is szólt, hogy hát ne lepődjek meg, hogyha holnap meglátom a cikket, de hogy ez a hír, hogy... De ezért te jól meglepődtél. Én meglepődtem, igen, és szeretem is a meglepetéseket, úgyhogy ez így szép meglepetés volt. Na hát, operatőr, hogy indult ez, Szabi? Tudtad, ezt szerettél volna lenni, mondjuk már középiskolás korod óta, vagy váratlanul jött az életedbe, szóval hogy lesz valakiből, ebben az esetben belőled, hogy lett operatőr? Hát én a középiskolát azt már úgy azzal a céllal írtam be, ugye abban az időben, hát ez 2008-9, ugye, akkor a MERSZ-ben nyílt egy, a műszaki középiskolában nyílt egy szak azzal a névvel, hogy multimédia elektrotechnikus. És akkor ez egy ilyen kísérleti tagozat volt, és itt ugye, mikor mentünk erre a középiskolás szakoknak a bemutatására, akkor tetszett meg nekem ez a szak, ugye itt akkor említették a videótechnikát, audiótechnikát, és valahogy megtetszett ez a szak, és így ezzel a céllal ugye, hogy lehetőségem lehetne majd televízióban elhelyezkedni. Így jött a választás, hogy akkor én erre a szakra szeretnék járni. Tehát valamilyen szinten így tudatosan így kerestem ezt az utat. Későbbiekben aztán a Vötösre iratkoztam, ugye a főiskolára, de hát ott nem jött össze az a pályafutás, amit így elvártam. Uh-huh. És ott milyen szakot értél be egyébként? Hát ott is ez a kommunikációs menedzsment szak volt, ugye. De viszont az első év az ilyen volt, hogy úgy mondom, ilyen szűrő év volt. Itt is jelentkeztek azok a tantárgyak, amik nekem nem épp az erősségem, a többféle fizika, matematika, nem vagyok egy nagy számtechnikus, úgyhogy hát itt úgy éreztem, hogy akkor ez nem az én utam, és akkor ki is iratkoztam egy év után. És akkor utána kaptam egy állást egy kisbajnoki egyik gyárban, tehát egy gyárban dolgoztam, 2,5 évet ott lehúztam, és akkor úgy jött ez a témába az operatőri szak nekem, hogy hát én nem voltam elégedett azzal, amit dolgoztam, meg amit csináltam, és akkor így teljesen véletlen, ugye hazaértem ebédet, fogyasztottam, amikor így a rádióban hallottam a Pannonnak a Pannon rádióba hirdetést, ugye állás lehetőséget, hogy operatőrt, illetve vágót keresnek. És akkor... tanultam, végre! Hát igen, rögtön így mondtam, hogy
megírok egy új valami CV-t, vagy egy ilyen jelentkező lapot, és akkor elküldtem még aznap délután, és érdekes mód, hogy szerintem nem múlt el 2 óra hossza, már hívtak is, hogy hétfő, ugye ez pénteken volt, és hívtak, hogy hétfőn jöjjek munkamegbeszélésre. Uh-huh. És akkor így nagyon megörültem, már ennek is, hogy így visszajeleztek. Szerintem ezt köszönve ugye az idősebb kollégáknak is, akik tényleg sok időt szántak arra, hogy így betanítsanak, még türelmesek voltak, segítettek szerintem. Jó, én is valamilyen szinten kellettem hozzá, mert most ez is egy jó történet, hogy ahogy én elkezdtem itt ugye egy hónapos próbaidőszakon dolgozni, én rögtön ott az előző munkájában fölmondtam, hogy minél több időt tudjak itt bejönni a tévébe, ugye, mert legtöbbször délelőtt voltak a forgatások, hogyha ott délelőtt kellett volna dolgoznom, akkor szinte nem tudtam volna itt gyakorolni, úgyhogy ott fölmondtam, és akkor így teljes egészben, így egész nap itt voltam a tévében, és akkor így próbáltam minél többet így elsajátítani. Úgyhogy szerintem... Azt a tudást, amit a suliba kaptál középiskolásként, nyilván ezen a szakon fejeztél, azt tudtad-e hasznosítani, vagy ez már teljesen elavult ez a pár éve? Azt szerintem abból nagyon keveset tudtam így felhasználni. Egy az ugye, hogy ott a maga a technika szerintem kicsit ugye elavult volt, és akkor meg ez egy teljesen más világ, ugye itt a kameráról volt szó, ott ugye videótechnika, ott inkább az ilyen televíziókat tanultuk meg, mármint fizikailag televízió, nem mint... hogy a televíziót tanulmányoztuk, milyen alkatrészekből áll, itt meg azért ugye inkább a kamerát kellett, és akkor az iskolában szerintem nem, igaz, jöttünk ide a Pannon TV-be ilyen gyakorlati órára, még akkor azt hiszem, hogy épp a Gazsó Attila tartott az iskolásoknak az előadást, de inkább itt tanultam meg mindent, szóval amit jelenleg is tudok, azt így itt tanultam meg. Mennyire kell ismerni egy operatőrnek a kamerát, magát? Tehát szétszedés szintjéig akár kell-e? Hát azt nem tudom, szerintem nem kell, vagy nem tudom, ugyanis inkább elég, hogyha a beállításokkal tisztában vagyunk, tehát ha megnyomjuk a menüt, akkor tudjuk a beállításokat, de most, hogy alkatrészileg őszintén lehet, hogy kellene, de én például nem tudom, hogy vannak ezek. Tehát kollégák, használati szinten viszont minden. Használati szinten, igen. Főleg, hogy ugye itt a tévében is többféle kamerával dolgozunk. Így van. Tehát vannak a stúdiós kamerák, ugye azok teljesen más beállításokkal is dolgozunk. Ez a kamera itt mögötted például? Hát ez egy stúdiós. Kamera, ugye ezekkel a felvételeket szoktuk, koncertfelvételeket felvenni. Ezeket ritkábban használjuk. Úgyhogy van olyan is, hogy a terepi kamerákat ugye minden nap használjuk, és szinte kisújjunk. Mivel tud többet egy stúdiós, mint egy terepi, vagy fordítva? Mi az előnye, mi a hátránya az egyiknek és a másiknak? Hát most komolyabb eltérések nincsenek végül is, de szerintem a terepi, most amiket használunk terepen, azok sokkal kisebbek, ugye ezek így fizikailag kisebb kamerák, kompaktabbak, ugye könnyen bírunk terepen mozogni vele, akár kézből is. Ezekkel egy picit azért nehezebb, de amire használjuk a stúdióra, arra nagyon megfelelőek ezek is. Szóval most így röviden így ennyit tudok róla mondani. Mikor lehet igazából megtanulni az operatőrséget? Például te most már ennyi év után és leforgattál kisfilmet, egy több kisfilmet is, dokumentumfilmbe forgattál, műsorokat készítesz. Mondhatod-e már magadról azt, hogy ismered a szakma csinyát-binyát, vagy ez egy olyan dolog, ami egyszerűen kiaknázatlan? Hát én nem mondanám azt. Én ezt úgy érzem, hogy ez a szakma főleg olyan, hogy nagyon sok tanulást igényel, meg elméleti részt is, mondjuk nálam ez az, ami szerintem hiányzik, az elméleti rész sokszor, mert hogy, amivel hogy ezt nem tanultam iskola szinten, olyan egyetemi szinten, ami szerintem hiányzik, és úgy érzem, hogy az úgy az életemből is hiányzik, most, hogy befejezzek egy ilyen valami iskolát ezzel kapcsolatban, mert biztos, hogy amit ott tanulnék, azt így kamatoztatni tudnám aztán a forgatásokon is, vagy akár
a dokumentumfilmeknél, amit mostanában készítünk, úgyhogy ez az, ami hiányzik nekem. Arra mikor éreztél rá először, hogy hogyan kell jó képeket készíteni? Mert hogy azt gondolom, hogy a kollégák hiába magyarázzák el, de igen. Arra, ha te nem érzel rá, akkor egyszerűen ez nem átadható, nem? Nem, ez teljesen így van, szerintem is, hogy ez egy saját látásmód kell, hogy legyen az embernek, ami hát úgy látom, hogy a visszajelzések alapján, hogy tetszik igen. nekik az én látásmódom. Nem tudom, hogy ez így mikor jött, vagy hogy jött. Szerintem ez így valaki, ez is olyan, mint akár valamelyik sport, hogy úgy tehetség benned van. Most én szeretem, hogy próbálok olyan látásmódokat mutatni, amik úgy nem is akarom, hogy másoknak tetszen, vagy nem úgy készítek egy képet, hogy ez most remélem, hogy tetszeni fog nekik, hanem ahogy én látom. Szóval így. Így nem tudom, hogy érted, hogy mit és akarok, hogy... Tehát, hogy amikor például nincs a kamera a kezedben, és nézel mondjuk egy utcaképet, vagy egy városrészt, vagy egy épületrészt, teljesen mindegy, hogy mit, akkor már a szemed és az agyad a részletekre van fókuszálva, mintha kamerával közlekednél? Igen, ezt észrevettem. Tehát van egy ilyen szakmai elferdülés? Meg már otthon is így észrevették, hogy így képekbe látok minden, szóval... Így van egy ilyen vizuális elképzelésem, most például épp egy házfelújítás alatt vagyunk, és akkor én rögtön úgy olyan dolgokat úgy el tudtam úgy képzelni, amit a feleségem nem annyira, és akkor így mondja, hogy írj le ezt a vizuális képzeletmódot, mert hogy ő nem tudja elképzelni. Szerintem ez nem tanulható egyébként. Nem tudom. Lehet, hogy élesíteni lehet, de hogy valakiben így... vagy van, vagy nincs. Igen. Azt gondolom. Úgy hallottam, hogy a kedvenceid a természet képek, a természet felvételezése. Szeretett magát a természetet magánemberként is, és utána jött ez a, hogy akkor, hát akkor felvételezzük azt, amit látunk, vagy hogy indult? Igen, szeretem a természetet is. Ezt szerintem ugye a Ludasról származok, ott ludasító, ahol ugye sok időt töltöttem, meg régebben főleg nagyon sokat, amikor elkezdtem ugye képpel foglalkozni, akkor sokat szabadnapomon kijártam oda, készítettem képeket. De fotóztál, vagy pedig kamerával dolgoztál? Mindkettő. Szóval először a kamerával kezdtem. Van egyébként összeköttetés a kettő között? Tehát, hogyha valaki jó fotós, az jó kamerman lesz, illetve ha jó operatőr valaki, az biztos, hogy jó fotós lesz, vagy nem muszáj, hogy összeköttetés legyen a kettő között? Hát szerintem nem muszáj, hogy összeköttetés legyen, de van. Szóval van az olyan a képi is, hogy... része, az teljesen, szerintem, hogyha valaki jó fotós, akkor az jó operatőr is lehet, mert hogy megvan az a látásmódja, meg tudja komponálni úgy a képeket, ami ugyanúgy a videón is, mozgóképen is jót mutat, mint az állóképen. És hogyha már természet, akkor Erdélyt milyen volt fotózni? Hát Erdélyt nagyon jó volt fotózni. Régi... Mi az, ami téged ott lenyűgözött képileg? Hát a természet, maga a természet. Szóval olyan adottságok vannak ott, hegyek, folyók, amik szerintem páratlanok. És talán azért is volt, vagy azért állt hozzám közel, mert én Vajdaságból így szeretem ezt a mi Vajdaságunkat, Síkság, de néha sokszor hiányolom a kis hegyeket, vagy folyókat. Vagy akár, a nagy hegyeket. Vagy a nagy hegyeket, igen, de elég lenne egy kis, kisebb hegység is, de ez, ami nekem olyan izgalmassá teszi a természetet, hogy vannak itt hegyek, dombok, utcák. És a Síkságot hogy lehet izgalmasan felvenni? Hát ott mit lehet megmutatni, hogy ez izgalmas legyen? Szerintem én, ahogy próbálom izgalmassá tenni, azok a drónfelvételek, meg a drónképek, mert ugye földről hát nehéz mutatni egy érdekes sík képet, de viszont a magasból már ugye lehet akár játszani a szögekkel, hogy ne csak egyenesen horizontálisan mutassam a képet, hanem akár lehet merőlegesen is valamit játszani a képpel, úgyhogy én most így a drónképekkel tudom szerintem érdekesebbé tenni a vajdasági természetet. Mert hogy vettél saját drónt? Igen. Ez nem egy olcsó mulatság? Hát ez is elég ilyen
tág fogalom, hogy nem olcsó, mert van nagyon drága drón is, de van egy ilyen De mondjuk belépő gondolom szint. a drón azért nem annyival kell, hogy minden évben vesz az Nem, ember nem, egyet. nem, Tehát, hogy persze. Tehát, ilyen értelemben mondom, tehát, hogy vigyázni kell rá. Hát igen, vigyázni kellene rá. Ami neked nem mindig sikerül, vagy igen? Nem mindig sikerül. Volt egy pár ilyen érdekes drónos történetem is. Mondjuk, amit kiemelnék, az, hogy amikor megvettem az a második, ugye volt egy kezdő belépő drónom, azzal úgymond megtanultam vezetni, meg hajtani, de... Egyébként egyszerű? Egyszerű, igen, de viszont ha már kicsit tovább gondolod a történetet, akkor már ott... Akkor már nem egyszerű. Akkor már nem egyszerű, hogyha többféle mozgást akarsz belevinni, akkor kell a... Nem azt mondom, hogy nem lehet megtanulni, hanem tapasztalat, meg sok idő kell hozzá, hogy megszokd, és aztán már szerintem nincs vele gond. Uh-huh. Szóval megvetted a drágábbik, Igen, megvettem drónt. A kicsit komolyabb drónt, és hát ez Kanizsa mellett volt ez a történet, ugye ott a barátok kútja, ha jól emlékszem a nevére, ott drónoztunk, és hát én úgy éreztem, hogy nekem ki kell, hogy kapcsoljam a szenzorokat a drónon, és úgy majd a nádasban ugye próbálok valamit manőverezni. Hát ez sajnos nem sikerült, mert egy nád szálba beleakadt az egyik propeller, úgyhogy sikerült beleesni a vízbe, mocsaras vízbe a drónnak. Hát én így hirtelen úgy nem is tudtam, mit csináljak, de rögtön vettem le a nadrágot, cipőt, mert azért elég drága volt ahhoz, hogy ott hagyjam a vízbe, úgyhogy mondom, megpróbálom, hogy bemegyek érte, ha sikerül megmenteni, ha nem. Bementem, és akkor ugye a Huszár Danival forgattunk ott, akkor ő azt javasolta, hogy most egy ideig ne kapcsoljam be, hanem kicsit szárítsam, meg nem is tudom, rizsbe raktam, az egy olyan biztos jó megoldás, és hát úgy látszik, hogy ez tényleg, ez nem csak egy ilyen mende-monda, hanem sikerült kiszárítani. És kiszárítottátok? Igen, és akkor hát nem is tudom, egy 3 nap múlva bekapcsoltam, és működött. Aztán. Úgyhogy ez az egyik ilyen vicces történet. A másik még hát az, hogy én vannak ezeken a drónokon ilyen okos funkció, hogy 2 perccel a lemerülése, mielőtt lemerülne az akkumulátor, akkor jelez, hogy visszajön a kiinduló pontra, mert hogy merül az akkumulátor. És én nekem szokásom, hogy így elutasítom azt a javaslatát, és akkor így a maximum így kihúzom az akkumulátort, mert hogy épp egy jó kép van, hogy nehogy már most visszarepüljön. Na mindegy, is ez így a városházáról egy éjjeli felvételt akartam készíteni, és közben leereszkedett a drón. Én itt voltam kb. Itt a parknál, ami van a könyvtárnál. A drón pedig látom, hogy valahol ereszkedik le, de fogalmam sincs, hogy hol, mert nem láttam, nem volt látó magasságba. És csak azt látom, hogy valahol leszállt itt a városközpontból, mindenfelé csak így mennek az autók, én meg szaladok a parktól, és keresem a drónt. És akkor az volt a szerencsém, ugye, hogy villog nagyon vannak rajta elől is, meg hátul is ilyen kis LED lámpák, és akkor észrevettem a villogását, de hát Hova nagyon nagy szerencsém volt, mert tényleg a közlekedés kellős közepén szállt le, ugye? Az ott úttestre? Olyan, igen, az úttestre, itt minden. A körforgalomnál a melyik bank? Na mindegy, itt az egyik körforgalomnál. Tehát szerencsém volt, mert ott abban olyankor nem nézi a drón, hogy most hova száll le, van-e közlekedés, vagy nincs, csak a legközelebb útvonalat választja, és akkor leszáll. Úgyhogy simán összetaposhatták volna az autót, de szerencsére megúszta. Ő már úgyhogy... a te drónod. Ezek szerint nem engedte, ő se tégettesse őt. Most éppen történelmi filmen dolgozol. Igaz, hogy a természet a kedvenced, de a történelmi filmet vajon máshogyan kell leforgatni? Most csak ezt így szeretném, csak hogy most már úgy érzem, hogy nem csak a természetet szeretem, hanem ezek a dokumentumfilmek így a történelemhez is így nagyon közel hoztak. Szóval rég ebben nem állt hozzám ilyen közel a történelem, mint ahogy most áll. Szóval most azt mondom, hogy ha filmről van szó, akkor inkább történelemről forgatok, vagy ilyen... Igen? Igen, vagy ilyen valami valós eseményeken megtörtént történeteken, mint jó a természet is, de az valahogy nem tartom olyan
komoly munkának, vagy nem is komoly munkának, hanem... Nem annyira izgalmas. Nem annyira izgalmas, uh-huh. mint egy történelmi múlt. Egész másfajta lelkületet kíván, teljesen. Gondolom. De természetben most... leengedsz, és ott szerintem végtelenül türelmesnek kell legyen, hát nem igen, a természet. Igen. Egy történelmi filmek pont az ellenkezője, tehát ott meg az akción van a lényeg. Igen, igen, így van. És valahogy úgy érzem most, hogy inkább történelmi filmekkel, még forgatásokkal. Mind dolgoztok most? Hát most ez még egy nagyon friss forgatás lesz, amit most kezdünk. Ez egy portréfilm lesz a Tormán László fotográfusról, aki ugye vajdasági származású. És ezt már nagyon várom, mert személyesen nem ismerjük egymást, de így a munkásságával persze tisztában vagyok, meg tudom, hogy egy nagyon fontos személye a vajdasági képalkotóknak, úgyhogy már várom, hogy útnak induljunk, és akkor elkezdjük a forgatást. A Herceg Zsolt lesz a rendezője, szintén ugye kollégánk. Már többször is összeültünk, próbálunk így valami újat mi is belehozni a filmbe, próbálunk új technikákkal. Hát kíváncsian várom, hogy fog sikerülni. Nem lesz nehéz dolgotok, mert Dormánnal nagyon könnyű beszélgetni, nagyon ízesen is hoztam beszél, és mindenre rá lehet venni, csak súgok. Jó, hát ennek örülünk. Az operatőri szakma az mennyire családbarát szakma? Hát, ha tudsz egy vonalat húzni... Az mit jelent? Hát az, hogy meghúzod a vonalat, hogy ma 8-tól 4-ig dolgozom, és akkor, ha hazaérsz, akkor családnak szenteled a többi időt, akkor... De ezt meg lehet csinálni? Hiszen, hogyha egy dokumentumfilm forgatás, vagy elmentek terepre forgatni... Nem, ezt abban az esetben lehet megcsinálni, ugye, hogyha most itt a tévében dolgozom, és akkor befejezem azt a 8 órát, és akkor utána nem foglalkozok a munkával, de hát ugye én szeretek foglalkozni a munkán kívül más privát munkákkal is, és hát néha úgy érzem, hogy hiányzik nekem is az, hogy meghúzzak egy vonalat, mert hát nagyon sok munkát régenben főleg mindent elvállaltam, de hát azt mondom, hogy az kellett is ahhoz, hogy fejlődni tudjak, meg hogy tényleg belelássak a szakmának a minden részébe. Mostanában viszont így annyi munka van néha a tévén kívül is, meg vágok is még közben így egy ilyen online cégnek. Uh-huh. És akkor közben bejönnek a dokufilmek forgatása, amik ugye még plusz időt vesznek igénybe, és akkor utána kellene még a családdal is foglalkozni. Úgyhogy nehéz azt mondani, hogy családbarát szerintem. Nem annyira családbarát. Uh-huh. És például filmekre marad-e időd? Filmekre? Nem sok. Pedig ugye abból is mennyit lehetne tanulni. Igen, és ez is az, amit így nagyon hiányolok, hogy egyszerűen valamilyen szinten ez is egy ilyen mókuskerék, amiben most vagyok, hogy megvan, hogy tényleg előre szinte már az egész évre megvan, hogy miket fogok csinálni, és így nehéz szabadidőt találni arra, hogy filmezzek, vagy bármilyen filmes irodalmat olvassak, pedig nagyon kellene, de hát megpróbálok több időt erre is szakítani, mert ez vinne tovább. Ennek köszönhetném, hogy fejlődjek, vagy egy másik szintet. Szerintem meg lesz ez. Kívánom neked, hogy a 24 óra táguljon. Én gratulálok neked a díjhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.